Tulajdonképpen minden gyerek egészen kicsi korától valamilyen kapcsolatban áll a zenével, aztán később nyilván a szülőkön múlik, hogy meddig fajul el ez a dolog, és hogy hova tart majd ez az út. Hogyan lehet egy gyermeket rávezetni, arra egy kicsit bevezetni a hangszerek világába? Én azt gondolom, hogy az otthoni légkör nagyon fontos, az, hogy mit lát a gyerek, mit másol a gyerek, az, hogy mondjuk a szülők zenét hallgatnak-e otthon, az már nagyon fontos. De már az is nagyon fontos lehet, hogy az édesanyja, amikor várja a gyermekét, akkor milyen zenét hallgat? Hallgat-e zenét? Énekel-e? Énekel-e az anyuka? Énekelnek-e a szülők? Tehát ez egy nagyon fontos. A példa. Minden esetben azt gondolom, hogy a példa a legerősebb. És mi is ezt próbáljuk, tehát példát próbálunk adni. Lássák a gyerekek, hogy mi is zenélünk, tudunk zenélni, nem csak okítani. Ezért szervezünk olyan programokat, olyan lehetőségeket, ahol minket is meghallgathatnak. Volt növendékeinket meghallgathatnak. Tehát mi erre figyelünk. A zenei világ közösséget teremthet, és egy olyan rendszert is adhat a gyerek életének, ami egy kicsit segít abban is, hogy ebből a kütyüzős világból kiszakadjon. És nagyon fontos, milyen hatással van például mentális fejlődésére akár a zene? Most mi egy zenei tábort vezetünk egy kollégámmal, és azt kértem a gyerekektől, hogy ne kütyüzzünk, tehát majd adok rá lehetőséget, mert tudom, hogy elvonási tünetek jelentkeznek, hogyha nem vehetik elő egy nap, de amikor elkezdünk dolgozni, illetve próbálni, foglalkozni velük, akkor kérem, hogy persze tegyék el a kütyüt, és a szünetekben egész nyugodtan kütyüzhetnek, de inkább felajánljuk nekik, hogy menjünk le, pingpongozzunk, menjünk, sétáljunk egyet, mozgassuk meg magunkat, és akkor már eszükbe nem jut. Tehát ki lehet őket, ha úgy tetszik, zökkenteni ebből a létből, viszonylag könnyen, csak értelmes foglalkozásokat kell nekik biztosítani. Egy szülő abszolút profitálhat abból, hogyha a gyermeke valamilyen hangszeren tanul. Ehhez azért egyfajta fegyelem, koncentráltság kell, és ugyanezt a gyerek átviheti az iskolába is, egy kicsit otthon is, talán a szülőnek könnyebb dolga lesz majd. Igen, általában azok a gyerekek, akik zenét tanulnak, vagy rendszeresen sportolnak, jobban is tanulnak, jobban osztják be az idejüket, a szabad idejüket, illetve a kötelezettségeikkel tudatosabban foglalkoznak. Tehát azt vettük észre, hogy a tanulmányi átlagok vagy javul, vagy nagyon jó. Tehát általában jó a tanulmányi eredménye azoknak a gyermekeknek, akik nálunk tanulnak. Nagyon ritka az, akivel probléma van. Illetve akivel probléma van, azzal külön foglalkozunk. Tehát megvan itt a lehetőség arra bizony, hogy őket másképp, vagy velük másképp foglalkozzunk, és nem is a szülő profitál belőle, hanem igazándiból a gyerek. Megjegyzem, nyilván könnyebb azokkal a srácokkal, akik hangszertokokkal mászkálnak a városba, és otthon előveszik, és tudatosabban hallgatnak esetleg zenét. Nekünk az a célunk, nem titkolom, hogy ne csak egy-két évig tanuljon, vagy ha tanul egy pár évig zenét, azt ő még vigye tovább, és felnőtt korában is zenéljen. Tehát, hogy ezt a mintát ő kövesse, és a gyerekeinek adja át azt a lehetőséget. Ez nagyon fontos. Különleges pont ugye a kamaszkor, amikor elég sokan döntenek úgy, hogy és most akkor együttest fogunk alapítani, és megszólaltatnak egy hangszert, és akkor például a fiúk tekinteteiben ugye a lányok ettől elájulnak, mert milyen klassz, hogyha valaki tud például gitározni, vagy ott egy dobos. Nekünk az a célunk, és ezzel a táborral is, amit most vezetünk, hogy tanuljanak meg együtt muzsikálni, hogy tanuljanak meg egymásra figyelni, mert évközben erre nem nagyon van lehetőségük. Tehát bejönnek órára, majd hazamennek, gyakorolnak, jó esetben otthon gyakorolnak, nem kell velük órán, de mi gyakorlunk velük, ha szükséges, sőt, a tanár együtt muzsikál a gyerekkel, de az kevés, neki a társakkal kell együtt zenélni, és mi ezeket a táborokat azért szervezzük, én 20 éve szervezem a táborokat. Korábban el tudtunk menni vidékre, most nem mertük a pandémia miatt ezt megszervezni, illetve elakadt az a forrás, vagy az a lehetőségünk, ahova jártunk, de 18 évig én vittem Zalába például a srácokat, most pedig itt második éve itt helyben az Imándiba tartom ezeket a foglalkozásokat, ami úgy veszem észre, hogy nagyon jót tesz nekik. Tehát, hogy egész másképp jönnek ők vissza szeptemberbe, akik táboroztak a nyáron, mint azok, akik egész mást csináltak, vagy elfelejtették, hogy tulajdonképpen ők egy zeneiskolába is járnak évközben, mert ilyen is van.
A zeneiskolában tulajdonképpen teltház van, ha jól tudom, és már meg is történt a következő évre is a beiratkozás, a jelentkezés. Igen, teltház van. Szeretnék bővíteni, egyelőre nem tudunk bővíteni. Ez infrastruktúrát is jelentene, illetve tanári karban is szeretnék, tanszakot is szeretnék bővíteni, illetve új hangszereket behozni, mert nekem az a célom, hogy zenekart szervezzünk. Tehát, hogy legyen egy vonós zenekarunk, legyen egy fúvós zenekarunk minél előbb. Tehát, hogy azok a srácok, akik 5-6 éve tanulnak, azok ne menjenek el máshova, hanem itt helyben tudjanak tovább lépni, és itt kapják meg az ilyen jellegű képzést. Ehhez nekünk épületre van szükségünk, infrastruktúrára van szükségünk, ezt jelen pillanatban nem tudjuk megtenni, ezért szervezem 20 éve a táborokat. Egyébként még lenne jelentkező, tehát van, akit el kell sajnos utasítani. Igen, igen. Idén azt gondolom, azt hiszem mindenkit felvettünk. Egy-két gyerek lehet, aki nem fért be, mert ragaszkodott arra a tanszakra. Tehát mi próbálunk felajánlani ilyenkor egy másik tanszakot. Vannak népszerűbb tanszakaink, a gitár és a zongora. Ezek nagy létszámú, különösen a zongora, ami egyébként egy nagyon jó alap. Tehát ugye a zongora az egy kis zenekar. De magányos műfaj, addig, amíg nem tud valaki mással játszani. Viszont általában a zongoristák hosszú évekig csak magukba muzsikálnak, magukba gyakorolnak. Jó lenne velük is minél többet kamarázni például, mert az egy komoly megtartó erő lenne az ő zenei életébe. A fúvosokkal könnyebb nyilván, a vonosokkal könnyebb lenne, hogyha tudnánk kamarazenét. Ez a terem látszólag a miénk, de ez az Imándi iskolával közös. Igen, itt mi nagyon szép koncerteket tudunk szervezni, közművelődést biztosítunk, tehát mi közművelődési programokat adunk a városnak, tehát hogy mi nem csak egy belterjes iskola vagyunk, hanem mi nyitott iskola vagyunk. Tehát mi, amikor szervezünk egy koncertet vagy egy programot, akkor meghívjuk arra a várost. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek valóban megmutassák, hogy akár hónapokon vagy éveken keresztül mi az, amit gyakoroltak, és hogy hova jutottak el. Nem olyan régen Budakeszin is jártak a szépkorúaknál. Igen, igen. Ez egy mesterpedagógus programja volt az egyik kollégánknak, aki vállalta azt, hogy a Budakeszi Zeneiskolával közösen ad egy koncertet az egyik idős otthonba. Ez volt az egyik ilyen programunk a közelmúltban. Volt egy másik a Művelődési Házban, ahol egy volt tanítványunk, aki zeneakadémiát végzett, innen került a zeneakadémiára. Ez is azt gondolom, hogy egy nagy dolog, tehát hogy kimaradt a zenei középiskolája, hanem itt mi már fel tudtuk készíteni őt arra, hogy ő a zeneakadémiára bekerüljön, és el is végezte népzeneszakon, és ma már ő világzenét játszik, és saját együttesével volt jelen. Tehát azt gondolom, hogy ez a legjobb példa a mai tanulóknak. Volt egy jótékonysági estünk nemrégen a kárpátaljaiaknak. Én azt gondolom, hogy lehetőségeinkhez mérten igen erősen, és azt gondolom, hogy eredményesen tudunk működni és részt venni a város életében.